Egy olyan üzenet jött, ami hát elég érdekes. Egy balesetről van szó, valaki balesetet szenvedett, és az én segítségemet kéri. Ekkor és ekkor egy dátum, nem mondom az útvonalat meg a helyszínt. Egy balesetet szenvedtem. Egy előttem haladó kis platós teherautó a kanyar közepén indokolatlanul fékezett előttem, és elestem a motorral. Nem mentem nagy sebességgel, mert elég régóta követtem a kanyargós részem, plusz a követési távolságot is betartottam, mert nem mentem bele hátulról. Lefelé lejtett a jobbos kanyar, súlypont az első keréken volt, így elcsúszott a motor eleje, én meg repültem, mint a győzelmi zászló. Lapocka és vászoknyatörés az eredménye, motor nem sérült nagyon. A baleset után a platós el akart hajtani a helyszínről, majd amikor ordítottam neki, hogy rendőrt hívok, akkor meggondolta magát. A lényeg, amiért írok neked, hogy két motoros látta a balesetet, pont a kavicsos parkolóban álltak, ami a kanyar után volt, segítettek a motor, felállítani a motort, és a bukót is levették rólam, plusz mentőt hívtak, de mindezek után elmentek a helyszínről. Amire emlékszem, hogy milyen motorra voltak, stb. A rendőrség minden jel szerint engem fog meghurcolni annak ellenére, hogy nem okoztam sem testi, sem vagyonik át másban, ezért szükségem lenne erre a két szemtanúra is, tudnája nekem ebbe segíteni. Belementem egy levelezésbe a sáccal, hogy az a helyzet igazából, hogy amikor te hátul vagy, akkor téged fognak kihozni a rendőrségem hibásnak. Mindig a hátulról érkezőt. Azt, hogy te most mekkora követési távolságot csináltál, vagy te úgy vezettél, hogy az előtted lévő jármű bármilyen okból belállt a fékbe, és te elcsúsztál emiatt, akkor azt fogja mondani a rendőrség, hogy nem a... Mit tudom hogy mondják ezt, hogy, hogy fejezik ki azt? Nem a körülmények megfelelően vezettél, és, és, ezért fékeztél nagyot. És az, hogy valaki indokolatlanul fékez egy nagyot, mert besatúzik, ő meg olyan szinten ki fogja tudni magát védeni, ha igaz, hanem a rendőrsége meg a bíróságon, kiugrott elém egy kutya. Kiugrott elém egy nyúl. És onnantól kezdve azt mondják, hogy jó, hát megijedt. Forgalmi helyzet volt, neked hátul mindig úgy kell közlekedni, hogy te mindig biztonságosan meg tudj állni, talán még így a keresztbe bele is van fogalmazva. Úgyhogy az a helyzet, hogy az a rendőrség minden jel szerint engem fog meghurcolni, valószínűleg igen, és ez mindenki így is fog járni mindig. Én is mentem ebbe az autóval, 15-tel kocoltam meg egy másikat, elrepett a lökhárítója. Fizetsz. Mert, mert nem tudsz megállni. De akkor mondok egy példát, amikor autóval így neki egy autónak mentem a Egér úton, aki ismeri, hogy egy dupla sávos, kétszer két gyors gyorsforgalmi út, és ment elől a belső sávban egy platós ilyen festő munkások autója, és a platóról a szél kivitt egy üres műanyag vödröt. Hát persze az után mögött lévő autó tolt egy óriási satut, a második autó is tolt egy óriási satut, a harmadik is, én voltam a negyedik. Én voltam az első az, aki nem tudott, fél. ugye én már nem láttam, én mindig csak a, tehát nem látsz annyira előre. És nagyon hirtelen megtörténik ez, és bele is kocsoltam az előtte lévő autóba, elrepett a lökhárítója. Nem is álltam neki vitatkozni, hogy nem én voltam hívás, hanem az, aki kitopta a vödröt, vagy leesett a vödör a platóról. Mert, mert, értelmetlen. Tehát tök mindegy, mi történik előtted. A rendőr egyszer megkérdezte tőlem, mikor valami, valami hülyeség miatt tilos báló volt egy kis problémám, és azt mondta, hogy ember, tehát az állóautó nem tud balesetet okozni, csak te, aki mész. Úgyhogy, úgyhogy ennyi. Hátul vagy. Elesel, te okozod, te vagy a hunyó.